Tak ja si myslím, že prvý polčas sme boli Dunajské viac ako vyrovnaným súperom. Strelili sme gól, boli sme aktívni v napádaní, hlavne v strednej zóne. Ale v tom druhom polčase po tej 10. minúte sme začali byť až moc pasívni. Samozrejme, bolo to aj tým, že Dunajská nemala čo stratiť. Si myslím, že možno taký trošku kompliment na trénera. Veľmi dobré striedanie. Myslím si, že Ramadán to tam veľmi dobre oživil. S tým sme mali veľké problémy, hlavne na tej našej pravej strane. Ale si myslím, že najväčšia smola asi trošku vlastný gol zo štandardnej situácie. A následne, alebo vlastne predtým sme dostali červenú kartu, takže po tom druhom góle už bolo veľmi náročné niečo s tým zápasom urobiť. Úgy gondolom, hogy az első félidőben több, mint kiegyenlített ellenfél voltunk hazaiaknak sikerült gólt is lőnünk, ami a gól is és a jó játékunk is főleg abból indult ki, hogy nagyon jól és aktívan támadtuk le hazaiakat, főleg a középpályán. A második félidőben, a 10. perc után passzívak lettünk, ehhez hozzájárult az is, hogy a hazaiaknak már nem volt mit veszíteniük, mindent egy lapra feltéve játszottak, és dicsérve a hazai edzőt, nagyon jó cserét hajtott végre Ramadan, jó szállt be a meccsbe, sok gondot okozott nekünk ott a szélén. Egy pekes mozdulattal, öngóllal egyenlített, illetve kaptuk az egyenlítő gólt, aztán a másodikat és a piros lap után, második gól után már nagyon nehéz volt bármit a mérkőzéssel elkövetni. Tešíme sa z víťazstva. Samozrejme, rodilo sa neľahko, ale to sme vedeli už pred zápasom. Skalica sympatický výkon, hlavne v prvej časti. Nielen to, že to trošku predsunuli, alebo v strednej zóne presovali, ale my sme hrali trošku pomalšie a bolo tam málo nábehových vecí, málo pohybu a dynamiky v stredovej formácii. No a to bola voda na ich mlyn, ale na druhej strane, ako tým, že otočíte zápas v druhom polčase, tak aj v tom prvom vám niečo pomôže k tomu, že ten super proste buď fyzicky nevydrží, alebo ovládnete tú druhú časť zápasu, pokiaľ budete stále trpezliví a budete hrať rýchlo. Ale zase z mojej strany akože dobrá robota Paliho, čo sa týka hlavne v tej prvej časti, aj keď my sme dobre reagovali na ten strelený gól, že sme mali hneď pokutový kop, ten sme nepremenili, o to cennejšie je otočiť zápase, proste keď vám to nejde, keď nie ste úplne dominantní, keď zahodíte penaltu, keď super strelí gól, takže ja si to veľmi cením a určite je to aj záležitosť fanúšikov, že proste dotlačili to mužstvo, stále boli pri nich, dotlačili hráčov do toho, aby šprintovali ešte viac a myslím si, že okolo tej 60. minúty sme naozaj dupli na plyn a nielen príchod Ramadana, ale hlavne zrýchlený pohyb, rýchlejšie otočenie ťažiska hry a veľa finálnych vstupov do pokutového územia prineslo už veľké šance pred tým gólom. Či tam mal Gavrov ako obrovskú šancu, tam myslím Kalmy tam mal nejakú možnosť. To boli veci, ktoré už viseli na vlásku, ale o to viac si to vážime, že sme dokázali ten zápas otočiť, vyhrať ho doma. Gratulujem samozrejme chlapcom k tomu a ďakujem fanúšikom za podporu. A hazai vezetőedző Adrián Gula értékelése, nagyon örülünk a győzelemnek, nagyon nehezen született, de ezt tudtuk már a meccs előtt is, hogy nem lesz könnyű dolgunk, nagyon szimpatikus ellenféllel játszottunk, akik nem csak az első fél időben játszottak jól, ahogy a vendégedző is említette, és nem csak azzal, amit ő mondott, hogy a letámadást feljebb tolták. Az is hozzájárult, hogy mi lassabban játszottunk, hiányzott a játékból a dinamika, kicsit gyorsabban kellett volna játszani. Ahhoz, hogy a másik fél időben egy meccset meg tudjátok fordítani, nyilván az első fél időben történtek is valamilyen módon hozzásegítenek, akár azzal, hogy az ellenfél fizikailag picit elfárad, vagy más módon fölül tudunk kerekedni, azért is, mert türelmesek voltunk, ez is sokat segített. Dicséret az ellenfél edzőjének, aki tényleg jól készítette fel a csapatát. Bár persze nekünk is volt első fél időben helyzetünk, akár a 11-esre gondolunk, amit kihattunk, és pont ezek azok a pillanatok, ezek azok a meccsek, amikor nem tudunk annyira dominálni, amikor kihagyunk egy 11-est, amikor nem megy annyira a játék, és mégis tudunk fordítani, ez annál értékesebb. Nagy szerepe volt ebben a szurkolóknak, akik nyomást gyakoroltak a csapatra azzal, hogy még többet kihoztak belőlük, még voltak olyan szituációk, amikor még a játékos érezte, hogy oda kell tenni magát, oda kell futni gyorsan.
és a 60. perc környékén, 60. perctől egy kicsit még nagyobb, még egy lapáttal rátettünk, még jobban benyomtuk az ellenfelet. És ehhez nem csak a Ramadán kellett, hanem az, hogy sokkal gyorsabban játszottunk, sokkal több labda került be a 16-osba, sokkal többet veszélyeztettünk. Gól előtt is voltak már helyzeteink, akár Gavricsnak, akár Kalmárnak, úgyhogy a gól tényleg lógott a levegőbe. És egy ilyen nehezen megszerzett három pontnak még nagyobb az értéke, még jobban örülünk neki, úgyhogy gratulálok a csapatnak, és köszönöm a szurkolóknak a támogatást. Na domáceho trénera spýtal by som sa predsa len na toho Amara Ramadana, ako teda vnímate ten jeho vstup do zápasu, možno aj v kontexte všetkých tých tej rodinej menšej, väčšej tragédie, ktorá sa mu stala. A možno otočím trochu aj tú pochvalu Pavla, že či nemrzí, že nehral od začiatku. No tak naopak možno. Ďakujem pek. Nie, že... A ako rozprávali sme sa o tom s Amarom, že je to hráč, ktorý už cíti, že je blízko tomu, aby naskočil, len na druhej strane, keď to mužstvo zvládlo náročný zápas nielen so Slovanom, teda bola to remíza, ale zvládlo to jedného menej a potvrdíte to víťazstvom, tak málo kedy, aj keď ja som v tomto špeciálny, že ja to vymením, vyrotujem, ale cítil som, že musí byť ešte trošku trpezlivý, ale jeho odpoveď bola dneska vynikajúca, musíme o tom uvažovať, ale teraz nad všetkým visí ten tímový úspech a keď máte nás na ako stredajúceho hráča, takého hráča, ktorý vie zmeniť ten vývoj bez ohľadu na to, či 30 minút, 45 alebo 70, keď to bude potrebné, tak musíme tam nájsť správny timing, kedy pôjde odstupu, ale ukazuje to už nie jeden zápas, nie dva zápasy, dlhší čas, takže cením si aj ten jeho prístup, že to nemal jednoduché, ale myslím, že klub takisto mu pomohol v týchto veciach v maximálne možnej miere a verím, že aspoň trošičku mu pomôže v tých neľahkých chvíľach a o to viac sa tešil aj z toho, že takýto message poslal domov do svojej krajiny, že bol rozdielovým hráčom, ktorý pomohol otočiť zápas. Takže či od začiatku, no tak... A myslím si, že treba, aby niektorí hráči boli trpezliví, pretože nemáme striedajúcich hráčov. Z môjho pohľadu sú to hráči, ktorí dohrávajú zápas, veľmi dôležití hráči, ktorí dohrávajú zápas a sú veľmi potrební pre mužstvo. Kérdés a Amar Ramadanra vonatkozott, akit kiemelt mindkét edző, és tudjuk, hogy mi történt a hazájában, Szíriában, hogy észleltem, hogy hogy értékeli az edző azt, hogy a Ramadan a mérkőzésbe beszállt, tekintettel azzal, ami történik a hazájában, illetve történt, és hogy nem sajnálja azt, hogy nem játszott az első perctől. Ugye a meccs előtt beszéltünk vele, tudja, és érezzük, ő is érzi, mi is érezzük, hogy közel van ahhoz, hogy a kezdő 11 csap része legyen, de azután, hogy a csapat Szlován ellen jól megoldotta a feladatot, egyel kevesebben játszott, utána pedig győzni tudott, így kevés edző az, aki megváltoztatja a kezdőcsapatot, bár én ilyen szempontból nem vagyok annyira hagyományőrző, de érezte ő is, hogy türelmesnek kell lenni. De mindenek felett mindig is ott van számunkra sokkal fontosabb a csapat teljesítmény. És a játékos, amikor a játékost behozzuk, akkor figyelj, tekintettel arra, hogy tehát azt kell csak belőnünk, hogy mikor hozzuk be, mert hogyha ilyen játékosaink vannak a cserepadon, aki be tud jönni és meg tudja változtatni a mérkőzést, legyen az a fél időben, 70. percben, mindegy, csak nekünk kell edzőknek azt érezni és jól kiszámolni, hogy mikor szálljon be. Úgyhogy Ramadan hosszabb ideje mutatja azt, hogy tényleg ott a helye a csapatban, nagyon örülök a hozzáállásának, tényleg nem volt könnyű helyzetben, nincs könnyű helyzetben, de a klub is sokat segít neki, és nyilván ő is örül annak, hogy ilyen üzenetet tudott küldeni haza Szíriába, hogy döntő játékos volt a mai meccsen, és segített fordítani. Úgyhogy mindenki, aki ott van a kezdő 11 határán, türelmesnek kell, hogy legyen, hiszen mi mindig mondjuk, hogy az a csapat ugyanolyan fontos, aki befejezi a meccset, mint aki elkezdte. Takisto na pána trénera domácich. Pán tréner, veľmi tenká línia je medzi tým, aby tento zápas nebol víťazný, ale tzv. Zápas blbec. Hej. Ale vaši hráči to zvládajú, tieto ťažké zápasy. Toto je tá mentalita, ktorá potom vedie k tomu, aby to mužstvo bolo úspešné, takéto šampionské mužstvo, keď si spomeniem, príklad povedem z Anglicka, hej, veľakrát sú tam zápasy, ktoré sú škaredé, nepekné s mužstvami, ktoré sú hlavne o defenzíve, ale tam je to o ten jeden gól.
pod Fergusonom napríklad to tak bývalo. Ťažké zápasy, škaredé, o jeden gól sa vždy vyhrá. Takže toto je tá mentalita, ktorú to mužstvo, ktoré ide na titul, asi potrebuje. Z toho máte asi radosť. Ďakujem. Áno, tešíme sa z toho, že niekedy vyťahnete takú zbraň, ktorá ako nie je to len, že o dominancii, ale proste musíte rešpektovať aj kvalitu súpera, alebo aj kvalitu, aj ich taktiku, aj ten priebeh zápasu, takže tešíme sa, že mentálne to mužstvo je silné a ukazuje to nielen dnes, ale ukázalo to aj v predchádzajúcich zápasoch a na tom to takisto chceme mať postavené, aby tá kabína bola súdržná, aby bola silná, nielen kabína, klub, fanúšikovia, aby sme boli jednotní a tá jednota potom vie vyhrávať práve aj takéto zápasy s mužstvom, ktoré proste dá do toho úplne všetko. Takže je to cenné a to treba si veľmi strážiť, to treba budovať a veľmi, veľmi si to vážiť. To sú naše skúsenosti a preto verím, že to mužstvo cíti a bude schopné nielen ten zápas ako úplne kontrolovať, ale proste každý zápas má svoju históriu, ale bude schopné takto zápasy vyhrávať a nedostane sa do nejakej paniky, ale pôjde si svoje a dokáže zbierať víťazstva. Niekedy žuťam z otoďa a bojí mečení, nagyon toto kevés hiányzó toho, hogy a csapat pontot vesztjen, de viszont megmutatta azt a mentalitást, amivel ugye bajnokságokat nyernek, akár Angliába, csúnya, nehezen nézhető meccsek, védekező ellenfél ellen, de azért egy ponttal vagy egy góllal behozzák azokat a meccseket, és a végén úgy sikeresek a csapatok. Az volt a kérdés valójában, hogy mennyire örül ennek az edző, ennek a mentalitásnak, mennyire dolgozik rajta. És nyilván persze örülünk ennek, hiszen vannak meccsek, amikor nem csak a pályán kell dominálni, illetve nem csak a játékba kell dominálni, vagy nem csak azzal tudunk meccset nyerni, hanem elő kell szedni ezeket a fegyvereket is, és mindig ott van az ellenfél, mindig ott van az ő taktikája, ő minősége, minden meccsnek megvan a saját történelme, úgyhogy sok tényező van ahhoz, hogy nyerjünk, de az, hogy a csapat erős mentalitást tud mutatni a meccseken, és nem csak ma, hanem az előző fordulókban is, előző időszakban is, ez abszolút kulcsfontosságú, és az is nagyon fontos, hogy az egész klub, beleértve a csapatot, a szurkolókat, minden, hogy egységesek legyünk, hisz ez az egység, ami aztán ilyen meccseket meg tudja nyerni, úgyhogy ez az, ami értékes, amit tovább kell építenünk, amin dolgozunk, és úgy érzem, hogy a csapat érzi azt, hogy néha nem csak azzal, hogy ellenőrzés alatt tartja a meccset, hanem azzal is, hogy előszedi ezeket a mentalitás és az ilyen mutatókat is, és nem kezdenek el pánikolni, hanem nem jól alakul a meccs, hanem saját játékát játszó, és így be tudja húzni a meccseket. Na trénera hostí chcem sa spýtať na Andreja Fábriho, ktorý v podstate zase potvrdil svoje strelecké kvality, ale môj taký vnútorný feeling, keď som tento zápas videl v porovnaní s jeseňou, že je vo väčšom bežeckom výkone, že vyhráva väčší počet osobných súbojov, že sa zlepšil v týchto atribútoch, tak či to tak naozaj aj vycítite a nakoľko je dnes on pre vás dôležitý? S trochou šťastia sa dnes mohlo o ňom hovoriť, tak ako o Amarovi napríklad. Ďakujem. Všetci poznáme kvalitu Jada Fabriho a ja si myslím, že hlavne tie výkony jeho rastú z toho, že proste cíti dôveru. Cíti dôveru, hráva pravidelne, je gólovo potentný, čo je pre nás veľmi dobré a dúfam, že mu to bude sypať, alebo hlavne, že taká tá jeho forma, alebo vlastne tie jeho výkony, že ešte porastú možno trošku viac a že nám bude pomáhať k tomu nášmu cieľu. Ja, Andrej Fábrira, egykori játékosunkra vonatkozott a kérdés, aki kis szerencsével akár a mai mérkőzés hőse lehetett volna, és akkor most nem a Ramadanról, hanem őróra beszélünk. Mit szól a teljesítmény ez az edző? Ismerjük Fábrit, tudjuk, hogy milyen játékos, és úgy gondolom, hogy a teljesítménye azért is nől, mert érzi a bizalmat, rendszeresen játszik, nagyon gólerős, és hát nagyon bízok benne, hogy ez a gólgyártás folytatódik majd, és a formája is egyre jobban nőni fog.
Pán tréner, iba slovkom, viem, že nemáte to radi a že je ešte ďaleko do konca, ale teda Dunajská zvládla výborne po tej zimnej prestávke ten úvod. Slovan sa naopak trápi a vy ste na čele teraz o jeden bod. Tak komentár k tomu, teda, keby ste mohli. Tak tešíme sa, že sme zvládli zápas, že sme zvládli prvé, ja si to nepamätám, koľko je kol? Tri? Prvé tri kola, ale pred nami sú ďalšie významné zápasy, tak jak som naznačil už po zápase, tak play-off zápasy, pretože Ružomberok je v play-off, takže rátam tam aj tento zápas. Takže čakajú nás nádherné zápasy, verím tomu, a ten fokus bude na najbližší zápas. Je na najbližší zápas to, že teraz sme sa potešili v kabine, je prirodzené, to treba ukotviť každé víťazstvo, potešiť sa z neho a už sa zamerať na to, akým spôsobom chceme fungovať v ďalšom zápase. Takže to je komentár. Jo, és akkor azt hiszem, az utolsó kérdés az volt, hogy a Szlovánnak a tavaszi idén nyitán egyelőre nem nagyon megy, mi pedig 7 pontot szereztünk, és elsők lettünk a táblázaton. Mi a kommentárja az edzőnek ez? Hát örülünk, hogy ezt a 3 fordulót így megoldottuk, ahogy megoldottuk. Úgy érzem, hogy nagyon érdekes és fontos meccsek jönnek a playoffba, hisz a Rózsa egy bejutott oda a top 6-ba, úgyhogy már ezt a következő fordulót is playoffként, arra is már úgy tekintek. És hát örülök arra, hogy szuper, gyönyörű meccsek várnak ránk, és mi mindig a következő meccsre készülünk, fokuszálunk. Győzelem után mindig meg kell ünnepelni a győzelmet, de mindjárt utána kezdünk készülni arra, hogy akarunk a következő meccsen, mit akarunk a következő meccsen játszani, mutatni. Agyó, ešte ja mám na tebe jednu otázku. Aká je situácia s Krstom? Tak verím, že to bude ďalšia sila pre mužstvo, aj pretože sme mohli použiť len v pôvodnom zápase na chvíľku a je s nami, preberajú naši fyzici a kondičáci a verím, že už v najbližšom zápase bude môcť k dispozícii, uvidíme na akú časť zápasu alebo uvidíme, či vôbec vieme, že to je citlivá téma, čo sa týka svalového zranenia, ale všetci veríme, že bude k dispozícii a budeme tým pádom ešte silnejší. És akkor még egy kérdés, Krstovičom mi a helyzet? Hát reméljük, hogy ő lesz a következő olyan játékos, aki tovább tudja előrevinni a csapatot, hogy tud segít növelni a csapat erejét. A tavasszal ugye csak a Slovan ellen játszott egy kevés-két, de velünk készül a fizióink és a kondi edzőink felügyelet alatt, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő fordulóban már játszani fog, meglátjuk, hogy mennyit, illetve kérdés az, hogy mennyit, és hogy egyáltalán tud-e, mert hisz ezek a izomsérülések nagyon érzékeny dolgok, de bízunk benne, hogy már jövő héten játszani tud, és ezzel is erősebbek leszünk.